Isten királyságának egyik utasítása, hogy támasszuk fel a halottakat. Jézus azt mondta, menjetek, hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsátok meg a betegeket, űzzétek ki a démonokat, tisztítsátok meg a leprásokat, és támasszátok fel a halottakat. Hamarosan hallatok majd egy bizonyságot Heidi Bakertől arról, hogyan szereti ő vissza az embereket az életbe. Meg tudnád osztani a bizonyságot arról, amikor kitört a kolera járvány ott, ahol vagytok, és te bementél a kórházba, hogy segíts a gyerekeknek. Elmesélnéd, milyen is volt ez? Igen, ez sokat jelent nekem, mivel elvesztettünk egy központunkat. Betörtek hozzánk a marxisták, és az összes épületünket elvették tőlünk. Engem megpróbáltak megölni, és éjszaka sötétben osontunk ki, hogy elmeneküljünk. Ez nagyon nehéz volt, mivel most már másodszor volt, hogy végre építettünk egy újabb központot, egyik házat a másik után, és évekbe telt ezeket felépíteni. Épp hogy befejeztük ennek az építését, amikor rettenetes kolera járvány tört ki. Megjelentek újra a kormány emberei gépfegyverek, kell, és azt mondták, lezárják az egészet. Velük volt egy képviselőnő, rám mutatott az ujjával, és azt mondta, te fogod kiirtani egész Maputo népét. Ekkor azt mondtam, Istenem, ezt én már nem bírom elhordozni. Ezt én nem bírom. Nem tudtam, hogy mit csináljunk. 85 gyermekünk és pásztorunk került kórházba, ahol ágyak sem voltak. Csak egyetlen kórházi szoba, amin ajtó sem volt. Csak egy funérlemezzel való elválasztó, amin volt egy lyuk. Mindenki egy helyen volt és haldokolt. Fuldokoltak, hánytak és haldokoltak. Azt mondták, ez még a kolerának is a legsúlyosabb változata. Mindegyikük meg fog halni. Erre én, nem, nem fognak meghalni, nem fognak. Azt mondtam, Istenem, megígérted, hogy nem hagysz minket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetnénk. Te mondtad, hogy menjek és vegyek magamhoz minden haldokló gyermeket. Te mondtad, hogy ébredést hozol, és ezek az emberek, pásztorok gondozzák majd ezeket az árvákat. Hallottalak téged, és szeretlek, de kérlek, tegyél valamit, muszáj, hogy tegyél valamit. A kolera járványosok haldoklói közé nem szoktak embereket beengedni a kórházban, de én azt mondtam, Istenem, küldd be velem az angyalaidat, és gyere be együtt velem, mert én bemegyek. Ahogy betettem a lábam a tiltott területre, azt mondták nekem, hello mama. Bizarr volt, mert nem is tiltakoztak, rögtön beengedtek oda. Nem vettem fel kesztyűt, sem védőruhát, nem fertőtlenítettem. Csak így, ahogy vagyok, bementem, és azt mondtam, Istenem, mit csináljak most? Erre ő, tartsd őket a karjaidban. Mind a 85-üket magamhoz ölelgettem. Rám köhögtek, rám hánytak. Olyan közel szorítottam őket magamhoz, hogy az arcom az arcukhoz ért. Rájuk leheltem, ott tartottam őket a karjaimban, és csak annyit mondtam, Jézus, szeresd őket vissza az életbe. Életbe, szeresd őket életre! Később tudtam meg, hogy mások, külsősök is voltak, akik hallottak engem, és Jézushoz tudtam őket vezetni, amiatt, ahogy imádkoztam, Uram, szeresd őket életre! Te Isten vagy, meg tudod tenni! Mind az összes ember meggyógyult, kiürült az egész kórház. Emlékszem, hogy rámutatott a kórházi doktornő, és azt mondta, a te Istened az Isten, azóta nekünk dolgozik. Ez csúcs. Az, senki nem halt meg, senki sem halt meg. Nos, mi a helyzet veled? Mi lenne, ha kimennél, és valakit visszaszeretnél az életbe?